Kedves nézőink, tegnap nyílt meg a Szabadidő Központban Ladányiné Horváth Mária kiállítása. A következőkben ide kalauzoljuk el önöket. Tisztelt művészetet szerető tárlatlátogató közönség, kedves kiállító művész, tisztelt hölgyeim és uraim! Egy kiállítás megnyitni talán könnyebb egy művészettörténésznek vagy esztétának beszélni a kiállított műveikről. Én erre nem vállalkozom, nekem mások az indítékaim. A most kiállító művész munkatársam volt sok éven át. Együtt dolgoztunk az egykori négyes iskolában, ő talán már erre nem is emlékszik, és igazgatója lettem, voltam 20 évig most iskolában. Megtiszteltetésnek éreztem, hogy ezt a kiállítást megnyithatom. Ladányiné Horváth Mária az Ajka Képzőművészeti Egyesület tagja 2000 óta. Azóta fest, kiállít, azóta megjeleníti az közönség előtt a képeit, önállóan vagy másokkal együtt. Rendszeresen szerepel egy-egy képével az Ajka tárlat kiállításain is. 1970-ben végzett Pécsi Tanárképző Főiskola földrajz rajzszakán. Kezdő pedagógusként az Ajkai Kossuthiskolában helyezkedett el, és maradt ott 40 évig rajztanárként. Tanítványait ösztönözve rengeteg kiállításra küldte képeiket, és szerepeltek azokon sikeresen. Volt év, amikor az indiai Shankar gyermekrajz pályázatán tanítványainak több képét is kiállították, és szerepeltek annak katalógusában. A főiskolán tanárai voltak Solté Szelemér, Kele Sándor, Cseh László, Pandur József. Ők voltak, akik mindig a színek és formák bátor használatára biztatták, amely az itt látott képeken egyértelműen visszatükröződik. Témáit a természetből választotta döntően, ebből is kitüntetetten a virágok a középpontban. Virágok minden fajtái, valóságosak és fantáziaszülöttek, színesek és még színesebbek. Eszköze a akvarell, pasztelkréta és az olajfesték. A stílusjegyeket nem lehet egyetlen kategóriába sorolni, szecessziós, impressionista, realista jegyek egyaránt tükröződnek, ötöződnek a képei. Dekoratívak, máskor szándékosan naívak, a tér és a sík sok esetben egyetlen képen is megjelenik, áttűnnek egymásba, és ezáltal késztetnek képzettársításra gondolkodásra. Sétáljanak végig a képek között, engedjék, hogy megindítsék önöket. Köszönjük Mária a kiállítást neked, önök pedig megtisztelő figyelmüket. Szeretettel köszöntelek önálló kiállításod alkalmából. Ez az első önálló kiállításod itt a Művelődési Központban, vagy már volt ilyen alkalom? 2000-ben, amikor elkezdtem festeni, egy vagy két év termését gyorsan be akartam mutatni. És ugye mindig egy évvel előtte kell már időpontot kérni, és akkor azt mondták, hogy itt a hatos teremben itt lehet egyet gyorsan is csinálni. Hát az volt a legelső kiállításom, és ott mutattam be az első egy-két év termését. És akkor valahogy rájöttem arra, hogy bizony még gyűjtögetni kell, meg érni kell ahhoz, hogy az ember egy komolyabb kiállítást tudjon csinálni, ne csak egy ilyen kis teremben egy ilyen kis kamara kiállítást, nem egyszer valamikor. És aztán gyűltek a képek, válogattam, ugye, ami ugye nem volt olyan, amelyeket én magam is olyan túl jónak találtam, azokat mindig ugye elajándékoztam. És akkor most 2015-re körülbelül ennyi, talán egy 10-20-szal több maradt még, és ezekből próbáltam most ezt összehozni. Körbejárva a teremben nagyon élénk színeket és nagyon burjánzó növényeket, formákat láthatunk. Ez a természet közeliséged, ez nagyon látszik a képeken. Mit tudsz erről mesélni? Hogyan alakult ki az, hogy ennyire természetszerető lettél? Hát én ugye falun nőttem föl, és ott is születtem. Hát hogy 18 éves koromig ott éltem, és hát én a tavasztól őszig a színeket, azokat én ilyennek éltem meg, erőteljesnek, a nyári meleget, a tavaszt, az őszt, és valahol talán nem azért, mert én egy ilyen nagyon magamutogató ember vagyok, mert inkább azt hiszem, hogy egész életem elég szerénynek ismertek, de belül én mindig nagyon szerettem az igazi természeti színeket. Tehát nem olyan, hogy most, mint a ködben usznának, vagy éppen én úgy alig-alig megfogható lenne. Én mindig szerettem
realistán megfogva azt a gyümölcsöt is, azt a virágot is, és valahol talán ezért alakultak így bennem. Meg nem tudom, talán végül is az ember egy kicsit mindig, bár nem túlságosan hiszek benne, de azért elfogadom, mikor mondják, hogy a csillagképek. Hát én kétféle csillagkép között születtem, a rák és az oroszlán. A legtöbbször egész életemben rák voltam, mindig hátrafele és elbújva és szerényen, de amikor már sok volt bennem, tehát esetleg a embereknek a kritikája vagy a bántás, akkor előjött belőlem az oroszlán, és azt hiszem, amikor nyáron egy hétre a táborban voltunk, és az ömme ott készült, azért az oroszlán, az kijött belőlem, és talán az a csillagkép, amiben születtem, mondom, az oroszlán az, amelyik megmutatja, hogy na, milyen. Nagyon sok képeden vannak virágok, és nagyon gyönyörűek a formák és a színek, és ismétlődnek a motívumok egészen más stílusban. Milyen korszakot felé tartasz? Hát most az első itt az ajtónál ugye egy kicsit kronológiai sorrendben lehetne körbejárni a termet. Hát itt azért realistábbak. Itt a realista, talán kicsit impresszionista stílus. Aztán minél jobban megyünk az időben is, meg a teremben is körbe, annál jobban egyszerűsödnek. És mire ideérünk az ajtóhoz, már tényleg csak kettő, maximum három szín van, és csak leegyszerűsítve egyetlen virágra, vagy akár néhány sziromra. Hát végül is a leegyszerűsödés, azt talán mondom, egyrészt az időnek is köszönhető, másrészt talán a bennem levő változásnak is. Megöregettem, és én is egyszerűbben, és másképp látom most már a világot, nem olyan bonyolultnak, hanem sokkal egyszerűbbnek is. Valahogy ez meg is jelenik a képeken. És szeretem a sokkal egyszerűbb dolgokat is. Hát még nem az absztrakt fele tartok, még az kicsit odébb van, de azért már úgy tűnik, hogy bizony egyszerűbb. A színekben is kettő-három szín, meg a témában is talán nem egy tömegű virág, hanem csak egy-kettő, maximum három. Egy önálló kiállítás után mi az a nagy terv, amit 2016-ra elképzeltél magadnak, illetve mit vársz ettől az évtől? Mit vársz sikerekben, vagy akár a művészetedben, alkotó folyamatodban? Igazából én soha nem voltam olyan, hogy most megmutassam magamat. Ez is most csak úgy véletlenül jött, itt a Niki már évekkel ezelőtt eltervezte, hogy majd valamikor lesz egy kiállításom. Ugye egy ajkatárlaton ő azért mindig kettőt lát, amit behozok, és abból egyet mindig bevettek, és mondta, hogy hát azért ebből a 30 darabból már valamit csak össze lehetne idehozni, és hát 30 mellé azért hoztam 15 évből is. És hát nem akarok absztrakt lenni, tehát oda azért nem akarok eljutni, mert valahol én sem, belül sem olyan vagyok, de azért szeretnék majd valami más irányt venni ezek után. Talán egy kicsit a geometria, körök, a szögletes formák, és valami azokból valami érdekes kis variációkat. Tehát nem tudom, majd sikerül-e, legalábbis lehet, hogy lesz egy újabb 15 év, amikor majd azokból próbálok összehozni valamit. Csak néhány figurális képet hoztál a kiállításra, kevés alakkal foglalkozol, de ezek a képek elég komorak. Most én a főiskolán az egyik évben, úgy emlékszem, harmadévesek voltunk, amikor anatómiával foglalkoztunk egy teljes éven át, és hát a akkori tanáraim, Kele Sanyi bácsi, meg talán a Cselaci bácsi, azok mondták, hogy nagyon-nagyon tényleg plasztikusak, és nagyon érzem az alakokat, és rengeteg alakot rajzoltam és festettem, és valahol igazából talán az lett volna az utam, ha én rögtön a főiskola után, mert akkor még egy-két ilyen alkotásom még van a sublódban, de aztán valahol 30 évre, vagy 40 évre talán abban maradt a festés nálam, meg a rajzolás. És amikor újra elkezdtem, akkor meghívott a volt egyik évfolyamtársam Pápára, aki most a művelési ház vezetője, a Borbé Lajos, és ő egész hétre élő aktokat tett be.
és azokat rajzoltuk, és itthon merik festettem. És az nekem nagyon-nagyon fontos volt, és azóta is néha-néha, amikor már kicsit ugye elfásulok, elfáradok a virágok és a fák meg tájak festésében, akkor rajzolok alakokat, sokat. És hát öt évig jártam pápára, aztán kicsit már ugye koromnál fogva is nehéz volt elmenni pápára folyton reggel, minden reggel korán 6-kor kelni, és elindulni, és este 6-7 óra után hazaérni, és valahogy egy kicsit ugye elmaradt, de mivel az a rengeteg vázlat még ott van, még szándékomban áll azokból alkotni. Hát lehet, hogy nem mindenhol pontos anatómiailag az alkotás, de valahol egyszer egy festő azt mondta, vagy szobrász, mikor mondták neki, hogy hát ez a ló, ugye ez nem pontos, ez nem tökéletes, ennek valami baja van, baj van az a lábbal. És akkor azt mondta nekik, hol van itt a ló? Ez egy szobor. Hát én is azt mondom azoknak, akik megkritizálják, hogy bizony itt hol van az alak, itt egy kép van. És hát egyszer majd remélem azért, hogy ha újra visszatérek, mert most mondom a formákat, tehát a szögletes és hengeres formákat, illetve köröket, tehát a geometriához, és mondom, az alakokhoz szeretnék visszatérni, mert már a virágokból elárasztottam az összes ajkai ismerősömet, meg az alai ismerősömet, és most már tényleg ezekre kéne visszatérnem, és remélem, hogy lesz még rá jó néhány évem, hogy talán egy kicsit ezekkel újra foglalkozzak.